Több mint fél évszázados múltra tekint vissza Nyíregyházán a kispályás futballbajnokság. A kezdetekkor még csak néhány csapat mért össze tudását szervezett keretek között, az utóbbi években viszont már rendre meghaladta a százat a nevező együttesek száma. Így van ez a 2024-25-ös szezonban is. 5 csoportban 12 csapat szerepel. Az öreg fiúk első osztály utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta. Itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz, és van 3 10-es csoportunk is, az EF és az öreg fiúk 3 10 csapat szerepel majd, viszont ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani a csapatok, 27 fordulóra kerül sor. Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. Bár a bajnokság Nyíregyháza nevét viseli, nem csak a vármegye székhely csapatai lépnek pályára a városi stadionban. A megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, mi, hogy említettem, Hajdú megyéből is, tehát a Tiszagyolóháza eset csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a mi bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Az új idényben már 3 új műfüves pálya is a csapatok rendelkezésére áll, a játékosok pedig a korábbinál komfortosabb körülmények között készülhetnek a meccsekre. Megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helyiség áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelyisége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések. Az első meccsnap augusztus 21-e szerda. A mérkőzések hétköznaponként este 6:30, 7:30 és 8:30 kezdődnek, de szeptember közepéig 8:30-tól villanyfénynél is rendeznek meccseket.